Sziasztok, Banyaboly vagyok, üdvözlök mindenkit a Jazz Punk következő részében. Töltsük is be az előző állásunkat. Jó régen játszottam vele, azért remélem nem felejtettem el semmit. Főleg nem annyira bonyolult az irányítás a játéknak. Szóval, hát lebuktunk a nyaralásunk során, és hát... hát innét folytatjuk, hogy igazából mit kell csinálni, azt most fogom megnézni. Még nem kaptunk feladatot, jó, oké, akkor egyelőre csak nézelődjünk körbe, mivel tudunk interakcióba lépni. Itt a szaxofon is, fura, hogy ennyi vér van, ez elég gyanús, közben itt kicsit beakadtam valamiért, ami azért nem szimpatikus. Opa, na milyen kígyó is van itt, vagy mi? Ja, nem kaptunk egy ilyen izét. readme.txt, jó. Aha, Stakeyard, jó. Segíteni akarnak nekünk. A hátsó medencéhez kell menni, ugye, ami eddig le volt zárva. És bizonyosodjunk meg róla, hogy nem követnek minket. Aha. Jó, opáré! Bocsánat. Ez kicsit leesett. És itt mi van itt oldalt? Aha, hogy akkor innét csesztek meg minket, és itt van egy ilyen lyuk. Aha, na ezt eddig észre se vettem. Mármint, hogy miért vettem volna eddig észre. Jó, akkor menjünk a hátsó medencéhez, akkor azt írták. Hoppá, jó, oké, na. Nagyon ezzel meg vagyunk. Gyakorlatilag ugyanaz a világ, csak hát most ugye este van, nem reggel. Annyira nem szimpatikus most így az egész. Ugorjunk le, mert úgy sincs full damage, úgyhogy... az mi? Ja, ő a halott ember, nem tudunk. Neki is adtunk kaprot, neszetesül, megdolgoztál érte, jó van. Király. Jó, oké. Na, mit van itt? Mi? Wow! Aha, ja, hogy ezek ilyen izék? Ilyen gonosz, maszkos emberek, akik így csúnyán néznek ránk, értem. Itt benn van valami esetleg? Úgy tűnik, hogy... aha, elaludt a recepciós, nagyszerű. De milyen okos volt, hogy felvett egy ilyen napszöveget, vagy szemüveget, ami úgy néz ki, mintha ébren lenne, bár elég átlátszó szerintem. Ó, jó nagyot eshettünk pofára, hogyha itt van a vértócsa. Ez biztos kellemetlen. Pillangó. Elment. Jó, hát úgy látszik, hogy minden maradt a régiben, úgyhogy menjünk tovább. Anyádat ijeszgesd. Aha, és itt is vagyunk, le kell menni. Na, hát én nem fogok itt létrehozni, hanem meg fogom, azt szépen lejövök itt. Wow! Olyan komoly kis bázist építettek föl itt, mit nem mondjak. Aha, egész hangulatos. Itt még egy videókazetta, és itt van még egy... nagyszerű, ez hihetetlen, jó. Mi ez, mi a magazin? Ransom magazin, jó. Colors to choose from. Jó, hogy ezek ilyen direkt olyan magazin, hogy ilyen különböző betű típusokkal van szedve, és hogy kapsz ingyen pengét hozzá, hogy ki tud... ja, kapsz ingyen pengét és ragasztót, hogy ki tud vágni a bekütőket, és tud leveleket írni, amit ugye a filmekben szoktak, ugye az elrablók, meg ilyesmi. És 4-ből 5 emberrabló az innét válasz magának betűtípus, nagyszerű. Előfizetnék rá, bár sose rabolnék embert azért. Jó, könyvtár az ugyanaz szerintem. Signál. Wow! És te ki vagy? Nem követett senki. Na, nagy információ van számunkra. De először... na nézzük, mi? Maradjunk nyugtön. Jobban fog neki fájni, mint nekem, ezt azért nem hiszem. Ki fogják húzni a fogunkat? Adjak neki jelet, amikor készen állok. Ez elég para, de... aha, adtam neki jelet. Ó! Oh. És most már nem tudnak követni minket, és most le tudok ülni. És ott van egy ilyen fotel, amit így a... mintha a pszichológusoknál lennénk, náluk szoktak ilyenek lenni. És itt a fogunk, amiben... wow, nem kevés nyomkövetőt raktak be, hogy nézem, antennával mindennel együtt. Nem tudom, ez hogy nem tűnt föl Poly Blanknek, de...
Ez durva ez a fog. De és így arrébb tudjuk így pöszkölgetni kicsit. Ó, oh, és itt megint vértolcsa, ó, oh, szegény. Ó, oh, igen, ott a főgonosz, haha. Na, őt kell majd megbosszulnunk. És ott a másik, az a nő, aki vele volt. Na, hogy igazából neki mi a szerepe, azt nem tudom. Have you ever noticed that race car spell backwards is also race car? Do you think that is just a coincidence? Fú, az rossz, hogy ez a... nem nagyon értettem ebbe semmit, mert ez a kamu Stephen Hawkins-os... Mutassa meg, hogy hol... Oh my god, I knew it. They lobotomized you right in the noggin. És tudok vele még izélni? Nem. Jó, a lényeg, hogy... Akkor üljünk le. Na, right. Sit down to hear intense news. Jó, oké. Okay. Na, kíváncsi vagyok rá, hogy még minden kamu. Volt egy szofa. Szimuláció, igen. Igénytelen paraszt vagy. Ó, az a... Aha, ami eddig ment. Vagy még egy süssen meg. Mondjuk a robot disznót süssen meg. Wow. Kicsit ilyen alienes volt. Godspeed. Wow. Hú, ez volt az eddig legérdekesebb. És akkor ezzel tudunk támadni? Szóval ez az eddig legérdekesebb momentum. Ó! Oh. Most megbusszollak titeket, amire ilyen csúnyán néztetek rám. Na, ő úgy essél le szépen. Te is. Te is. Volt még egy, aki rám ijesztett. Azt nem szeretem. Haha, reflex for the win. Hogy kidőlnek, és így mindig tartja a kezébe az elemlámpát. Szóval ez a rejtélyes segítő most segített nekünk abba, hogy ne kövessenek minket. Kivette azt a fogunkat, amiben ilyen nyomkövető csipeket ültettek. És most valami szimulációból... Most valami szimulációból kell kikerülnünk. És amiből nagy valószínűséggel olyan dolgok tudnak kialakulni, olyan események, hogy talán megtalálhatjuk azt, aki ezt velünk tette, és ilyen galád módon elbánt velünk. Cső! Rá nem hat a... Na azért mondom, rá hat a gitár, jó van? Azért vigyázni kell. Na itt a disznó, gyere! Ó, az átgurult alattam, rohagy meg! Gyere vissza szépen! És ott volt egy ilyen QR kód is rajta, na meg vagy! Gyere! És akkor, amit előző részben észrevettem, hogy ezt lehet pörgetni, akkor ezek szerint az erre volt hasznos. Na, úgy. És akkor pörgessük meg, süssük meg. Aha, és akkor... Hú, de parán néz ki ez a kagyló. Szegény disznó. Kis QR kódos disznó, elég szarul néz ki, szegény. És akkor ide kell bemennünk? Jó, hát akkor menjünk be. Nézzük, hova jutunk. Wow! Na, ez már trippa javából. Ilyen. És mit kell csinálni itt? Ó, oh, platform... Ujjjjj! Jujjjj! Remélem nem drogozik senki. Ez kicsit overdose lenne ilyen szempontból. Wow! Az nem kevés dolog van itt, az biztos. Jó, hát akkor menjünk föl. Gondolom ez ilyen... Aha, értem. Na, meg is érkeztünk, király. Itt egy lepke. Na jó. Hó. Ja, értem, vannak ilyen kisebb logikai részek is. Fasza, jó, menjünk tovább akkor. Remélem, jaj, nem tudunk leesni. Nem ismerő fel a formát, fájlunkat, hogy milyen formátum vagyunk. Hát, az engem nem érdekel. Bízom, de nem sokáig leszek itt. Ó, végre valaki. Upgrade me. Fejlesztelek téged? Jó. Tessék, kapsz egyet. Oh, itt van még egy. Mondjuk nem kellett volna sokat másznod hozzá, de... Nézd mi. Incredible Machine. Hú, ez olyan nagyon régi tévéműsornak lehet az intrója talán. Nem is tudunk vele interakcióba lépni, de legalább most már közvetít valamit. Incredible Machine. Húha. Ez aztán igazi old school elektronika. Aztán itt el fogok tévedni, mint a szarra, az a gondom.
Ó, ne, remélem nem ilyen... Nem ilyen hardware-es geek poénokat fognak nyomatni, mert na azokból egyet nem fog megérteni. A hardwarehez én olyan szinten vagyok sekhülye, hogy ezt tanítani lehetne. Hát, buszszámi, nem túlzott. Ah, menjünk erre hát, hova. Ó, itt van valaki. Hoppáré! Bocsánatot kérek. Nem direkt volt. Az nagyot esett. Az para. Milyen jó kis zene van itt. Na, ezt meg én is értettem. Egyéb problémái vannak. Nem jó. Ja, téged már kérdeztelek. Jó, oké, hát akkor menjünk tovább. Mert jó, hogy megtart itt minket így a nagy semmi, mert elég ciki lenne, hogyha így leesnénk és kezdhetnénk előről. Pont zip me up. Tessék. Igazán nincs mit, örültem és segítettem. Becsomagoltam a slitzét. Na, akkor. Wow, ez jó az a zene itt, ami most megy. Arra van valami, nem? Akkor menjünk fel először ide. Akkor nézzünk már körbe, hát a Memory leak. Hol innét jöttünk? Ja, innét, jó. Cső! Itt vagyok. Just let me finish this game of solitaire. Ó, passziánszik. Wow! De jó. Háromdimenziós passziánsz játékbefejezés. Imádtam, amikor befejezem a passziánszt, de szerintem mindenki, tehát ez epic, ez jó, ez tetszik. És a szegény ember meg így beakadta kártyák közé, vagy így gyakorlatilag kártyaként materializálódott, úgyhogy az epic. A zene ez kurva jó. Írtam a Facebook oldalakra, hogy nem lenne rossz, hogyha minél gyorsabban megjelenítenék a soundtracket, mert hallgatni akarom, de egyelőre még csak annyit kaptam vissza, hogy készülget. Na, te mit tudsz? Ó, oh, na, jó, hülye szóvic megint, mi ez? History Erase Button. Történelem kitörlő gomb, nézzük. Ó. Oh. Jaj! Get the fuck out! Jó! Mi? Jó, hogy ezt tudjuk még izélni is. Itt cseszegetni. Zsír. Menjünk erre. Mi egy jó zene? Mi ez? Style. Akkor ez most azért mondja kétszer, mert folyamatosan nyomom az akciógumot, hogy hátra, hátra esetleg változik ezeknél a érdekes élőlényeknél a Duma, de eddig úgy tűnik, hogy nem. Te mit tudsz? Jaj. És megint ilyen izé Stephen Hawking-os hang. Logic gate behind you, jó. És közben ilyen függvényeket láttunk meg mi az, jaj, hogy is mondják, ilyen mindegy, az a mindegy. Az a lényeg, hogy ilyen hardware-es dolgok vannak itt, amik az ugye annyira nem értek, de... Nem, most inkább le akarok menni. Boing. Ja, indít volt. Jó, oké, akkor arra voltunk, akkor... Kell erre menni, akkor... Aha, jaj, leestem, az nem jó. Nem baj, megvagyunk, az a lényeg. Akkor mégiscsak vigyázni kell. Akkor erre kell menni tovább, jó. És ilyen függvények, meg skálák, meg... Fú, de durván néz ki így. Ja, és még manivával is van minden, király. Activate Darknet, jó. Ó, de jó. Most negatív színekben pompázunk, így talán még egy picit, mint a hangulatosabb is. Na, innen jönjünk tovább, így ezt tetszik. Milyen retro zene van itt is. Na jó, ezt szerintem mindenki megértette, ki mer felébreszteni engem az álommódból. Az ikonok vannak itt. Plumbicon. Shredder. Death Masks. Fájlok ezek. Na te mit tudsz, semmit, jó. Menjünk tovább. Jaj. Te?
My girlfriend and I are thinking of taking a vacation to Meat Space. Meat Space. Na nézzük, ezt hiszem, azt hiszem az utolsó. Aha, nem összesség, ez lett az utolsó. Kapcsolási rajzok, meg minden van itt. Mint egy diagram lenne. Fura világ. Na mi van te? Mit tudsz? Nem beszél. Jó régi kompjúter. Starbucks kávé. Na nézzük, mit tudunk. És ez muszáj volt egy ilyen kezet csinálni. Na ébredjünk föl téli álmunkból. Oh wow. Oh, itt vagyunk a startnál. Király. Én egy kicsit lassúak lennék most. Na nézzük. Hú, ez elég. Elkezdett ilyen nyomasztó valamivé válni a játék, azt meg kell hagyni. Stockholm Syndrome magazin. Ó, hogy a, értem, lehet, hogy az a nő, aki átcseszett minket, ott a Kajtak Resortban, az a izé volt gyakorlatilag a segítője a főnökünknek, a titkára. Pontosabban, na mi ez? Lindbergen túlzi, ezt jó. Shanghai Supplemental. Creamy like blow. Ez úgy néz ki, hogy bong lenne, de nem. Ja nem. Ó, pedig azt hittem. Na Stockholm szindrómás, mi van veled? Hó, kiderült, hogy csak egy karton. Az aztán nagy izé. Nagy felfedezés, input, output. Mrs. Secretary. Cardboard cutout. Még ki is van írva a névi egy táblájára, hogy ez csak a izé kartonpapír másolata. Nem tudunk interakcióba lépni. Itt is függvények, de nem szeretem a matakat. Át tudunk ugrani itt? És itt mi van? Nem, de kár, pedig az jó lenne. Ó, mekkora ugrottam most hirtelen. És itt a szomszédban mi van? Na itt már nem dolgozták ki, itt már nem semmi nincsen sajnos. Ott van még egy metrókocsi, ezt látom, sötét. Gondolom semmit nem fogtok látni, de... Na jó, menjünk be. Ó, itt a főnökünk. Ójjaj. Dear Polybrank, itt a főnökünk. Elrabolták a főnökünket. Látszik, hogy megint csak egy papírmasé változattal van dolgunk, és The Editor, a főgonosz, ugye, ő írta, hogy elraboltuk a barátaidat, és hogyha látni akarod őket újra, akkor gyere a 128 Pleasance körútra. Oké, okay, üljünk le. Üljünk le! Na, leültem. Na, most figyelem. Igen, emlékszek rá, hogy a köcsög, aki erre volt az főnökeimet. Igen. Jó. Ezt már elolvastam ott a táblán amúgy. Nem fogok átbaszni senkit. Ajaj. Az nagy gáz. Az nagy gáz. Kigyulladt minden. Ja, és itt van a izé is, a másik. Hú, bakker. Ez egyszes volt. De megint valahogy... Valamit tud azért a főhősünk, hogyha ilyen szorult helyzetekből is ki tud. Hó, mászni. Na mi van itt? Mi ez? Permetezőgép? Vagy mi a túró ez? És hol megyünk? Gondolom arra a helyre, ahol... Save the director. Oké. Okay. Ez egy egyszerű feladatnak tűnik. És nem egyszerű, hanem... magától értetődőnek pontosan, hogy meg kell mentenünk a főnökünket. Jó, oké. Okay. Cső. Igen, szó szerint én vagyok a kivégző osztag. A konyhában vannak, kövessem őket, jó. Ó! Oh. Kérlek, menj dolgozni. Ó, oh, mennyi ilyen izé van. Te is kapsz egy izét, sose lehet tudni. És itt vannak ilyen szarok. Bogarak, csipek, tök mindegy. És ezeket kell kiirtani. Jó, ott van még egy. Tessék, 16 per 16. Debugging complete. Jó. Debugging, jó, ezt azt értettem. Jaj, még egy ilyen izé? Fruit Ninja? Eztek. Hopp, az necces volt. Dinnye. Banán. Most már 12-t kell, alma. Még egy alma, csak az már piros, banán.
narancs vagy baraszk, azt nem tudtam megmondani, micsoda dinnye. Na, az utolsó banán, tessék, 12-12 megint elsőre. Hát, ha valaki jó, akkor az én vagyok. Érdekes dinnye, nincs benne mag, de jó, mag nélküli dinnye. Jó, akkor nézzünk körbe, hogy mit tudunk csinálni. Na nézzük, mit tudunk csinálni itt körbe. Ó. Látom, hogy sok dologgal tudunk majd interakcióba lépni, ez nagyszerű. Ó, itt tudunk inni. Van abszint, prémium vodka, tequila és gin. Legyen vodka. Ígyunk egy vodkát. Ja, hogy ez csak tequila ízű etilalkohol, zsír. Neurotoxin. Ígyunk egy kis gint is, felváltva. Szép kék színe van. Kicsit lassabban ment. Nézzük abszint, ami zöld abszint. Faszat. Oké, keverjük össze. Zöld abszint, vodka, kis tequila, kis gin. Ez egy finom koktél lesz. Á, ez az. Szép. Szivarozni tudunk? Te áll ez va? Nem. Nem tudom szivarozni. Jó. Oho! Gondolom ez nem akvárium, tehát itt valami történni fog, jó? Bögre kávé. Akvárium, jó, az majd később, ez gondolom mini játék lesz ott. Szavasz! What's for breakfast? Mi van reggelire? Anyád! Make me something for breakfast. És ha nem? Hungry. Éhes vagy? What's for breakfast? Éhes vagy, jó, akkor csinálok neked a reggelit. Tajparaszt. Ó, oh, jaj! Ilyen lazán tolom a kávét, érzem. Wow! Fűt az adrenalin. És aztán microwave op. Ó, oh, itt a csirke. Master Bester. Jó, süssünk csirkét. Bujkát, bocsánat. És nem tudjuk bekapcsolni ezért. Az ennyit tudott? Ennyit tudott. Jó, oké, akkor pirítsunk. Aha. Hoppá. Ez kicsit ilyen... Az a körkörös lövöldözős játék, ez a Murhun, vagy micsoda. Hol a másik? Aha, ott a kacsa. Ott a kacsa. De hol filmolta? Mi a túró történt most itt? Mi van itt? Mi között? Polisztrén. Ilyen finom étkek vannak itt. Mosogassunk kell. Ennyi volt a mosogatás. Gratulálok. Hűtőben mi van? Mikróskaja. Nagyszerű. Szeretem a mikróskaját. Na jó, nem. Ne egyetek sok mikróskaját, mert ártalmas az egészségre. Tényleg. Jó, ott egy kenyér. Na nézzük, mi jön ki belőle. Mi is? Mi van? De kicsit nem így kéne működni a mikrónak. Esetleg valami poéla nem alattam, hogy csak ennyi volt, hogy cső. Ó, egy csillat, na tesz ott a reggelid. Hoppáré! Jó van, csináltad neki egy szép arcot reggeliből, tessék itt a reggelid. I have 40 grams all over my entire face. 4 fokú égési sérülése vannak megint. Remélem ez ugyanaz az ember, aki galampitét csinált, és neki is 4 fokú égési sérülése. Ó, UFO Catcher mini játék, sose szerettem. Ott a banán alakú Na, ahogy V-vel emelem fel, S-sel megyek le, és a bal egére kapom el. Oké, kidobom a francba. Cső! Nézzük, mi van itt még. Ott ilyen rák. Ezt lehet, hogy ezt nem kéne baszkurálni a levegőztetőjét a halaknak. És mit kell kivenni amúgy? Ezt lehet tudni? Ez megint csak ilyen pointless mini játék, mint hogy gyakorlatilag ebben áll az egész, hogy hát speedrunolni, itt egy fél óra alatt végén lehet játszani az egész játékot, és akkor nem hazudok. Bár még nem vagyok a végénél. De tehát minden ilyen mini játék az csak ilyen opcionális, úgyhogy... De jó, ezt szeretem amúgy, már most hoppáré. Vigyük ki ezt a ronda tengeri csillagot, és szerintem a halaknak nettó mindegy, hogy most éppen, hoppáré, éppen mit látnak, mi körül úszkálnak. Anna voltak halaim, azokat szerettem, csak baleset folyamán apám, és nagypapámnak köszönhetően meghaltak szegények, mert akkor elmentem táborba, akkor ki lett adva nagypapámnak a feladat, hogy akkor vigyázzon ő a halaimra,
És mondtunk neki, hogy hát jó lenne, hogyha vizet rakna, kicserélni a vizet a halaknak, amit ezt készségesen meg is tett, csak azt felejtettük el mondani a papának, hogy tiszta vizet öntsön a halaknak. A szegények elpusztultak. Hoppá, a három darab ilyen átlátszó, ilyen mexikó ilyen halam volt, de szerettem őket. Ilyen szép akvárium volt. Hoppáré! Azt hiszem a halaknak annyi, igen, halak sajnos ott megmurdáltak, bocsánat. Szó szerint kitisztítom az akváriumot. Na. Angol petrólalom. Aha, értem. Hoppá. Na, megmondom, a másik tengeri csillag is. Na, kihalászak én már mindent. Van egy könyvem így a japán videójáték termeknek a bemutatásairól, vagy bemutatóiról. És nagyon ezt hülye mondta, azt mondott, akkor kezdjük újra. Tehát van egy könyvem, ami a japán videójáték árkádokat mutatja be, tehát az ilyen játéktermeket, és ilyen különböző stílusokra van lebontva, hogy milyen típusú gépek vannak, és a legtöbb, például a verekedős játékgépekkel, meg a autóversenyzős árkád gépekkel kapcsolatban kérdeztek ilyen híres játékosokat, tehát akik ilyen már ilyen legenda számba mennek így Japánba, és készítettek egy ilyen röpinterjút a világ legjobb UFO catcher játékosával, aki egy ilyen 40-es nő gyakorlatilag Japánban, és egyszer annyi volt a története, hogy egy randiról hát el akart menni a randira, de a faszi nem ment el végül, és unatkozott, és beült egy játéktembe, és megtetszett neki az UFO catcher gép, és annyira belemerült a játékba, hogy taxit kellett hívni, mert gyakorlatilag kiszedte a gépből az összes ilyen hogy mondják, ilyen plusz figurát, és így azóta gyakorlatilag mindenki tud szedni az önő, és a leg, úgy is hívják, hogy ami UFO Catcher Queen, vagy nem is tudom, az a beceneve. Egész komoly teljesítményeket ért el azokon a gépekbe. Amúgy nem egyszerű azokat irányítani, de ez se igazából. Na jó, ennyi volt ebből a szarból. Itt van minden, amit felszedtünk. Ójjaj! Jól ráléptünk ezekre, jó van. Ennyit tudtam velük csinálni? Úgy tűnik, igen. Ó, szegény izé, Csikó. Ez még él? Na, ezt tudom, akkor nem veszem ki. Na mindegy, akkor. Szobanövényekkel tudunk valamit csinálni? Nem. Jó, akkor menjünk a fürdőszobába először. Nem, a fürdőszobába megyek először. Hoppáré! Mi ez? Pszichó? Kosárlabda? Kartondoboz meg egy kuka, ennyi? Ez jó vicc volt. Fuck, nem jön. How's my breath? Milyen a leheleted? How's my breath? Szar, most fogad. Ögy. Na, ez ki is dölt, ahogy van. Mi ez? Na, mit ittunk meg? Az szép. Na, neked másiknak kellett volna adni, úgy tűnik. Halára mostuk a fogát ennek a szerencsétlennek. Na, kicsit menjünk arra, úgy. WC-n tudunk? Aha. Bedobtunk egy aranykarórát, why not? Jó. Segmosó? Ó. Kicsit nagy a víznyomás benne. Jó. Fűdőrkád? Na, azzal nem tudunk semmit sem csinálni. A kosárlabda tök jó. Na itt. Micsoda? Hogy... Get the fuck out! Jézusom! Fiók! Na nézzük, mi van a fiókba. Boszorkányk van, ja, nagyszerű. Random poé megint. Itt. Ohoho, itt vannak az elkobzott tárgyaink. Ugye az első küldetésben megszerzett hangszalag, vagyis hát adat tárhely, vagy adathordozó, illetve az a művese. Azt majd lehet, hogy vissza kéne majd lopni. Itt mi van? Semmi. Jó. Oké, nem tudunk fasz rajzolni így a izére. Pedig az vicces lenne, mint a Nagy Lebowski-ba. Jaj, de megijesztettél valamit. És itt egy dohányzó kéz és ennyi. Itt mi van? Szénbe. Ennyi? Wow. Jó. Lőni nem tudunk, jó. Na, hölgyem.
Izért akarsz? Aha. Izé. Pána csata. Wow! Bocsánat. Hát ő akart pána csatázni, csak egy kicsit... Kicsit túl lőttünk a C-játékon, azt hiszem. Jó, nagyot esett ki, bakker. Tévé a izé. Tévé antennán a bar... A kolbász persze. Most már leesett a poén, igen. Mi van még itt? Jó, az nem tudom. Na itt mi van? Wow, de kurva jól néz ki ez a... Ez erősítő. Central Dynamics. Optical Masker Disket Player. És csak CD-re játszom. Parabolic Pointification Interesting 2. Ó! Oh. Tudunk DJ-zni? Milyen izé fuksza van már a Polyblanknek? Ez epic. DJ Benyó. DJ Polyblank, bocsánat. Ez több laza. Nem tudom, most az arra azt hallgatom, hogy mi mehet a CD-n. De nem tudom, micsoda van. Mondjuk nem tudom, a CD-nek nagy valószínűséggel nem esik jó, hogyha gyémántűvel hallgatjuk és scratchelünk rajta. Azt minden bizonnyal meg tudom állapítani. Space Time Controller. Az annyira érdekes hangzik. Pedig űr. Get the fuck out! Nem fogom megcsinálni a körmeidet. TV. Compact, lehet, talán mindjárt. Ez unalmas ez a tévéműsor, ez meg szar, de legalább megy valami. Jó, rakjuk fel ezt is. Ekkora lemezek ezek. Tessék, megint szkölcsélek egyet. Na ez majdnem izé, majdnem ugyanaz, csak mégse. Kicsit furán van vágva a lemez, tehát kicsit ilyen nem kör alakú, hanem sokszögű valami. Elmehetnék DJ-nek, jó. És itt a másik lemez is. És akkor tudunk cserélni. És van a másik. Ja, hogy akkor oda visszarakja. Aha. Jó, van két zenénk rajta. Na, mi történt most? Ennyi volt? Kifagyott a játék? Ne! Ugye nem fagyott ki a játék? Na hát úgy tűnik, sikerült kifagyasztom a játékot és előről kezdenem egy Na, az a lényeg, hogy hát vigyázni kell a scratchelésre, úgy tűnik, hogy ez képes megölni a játékot, nem csak a lemezt is. Ja igen, ezt elfejtettem meg felszedni. Jó, oké, akkor... pedig hűrösek vagyunk, nagyszerű, akkor gondolom lábkörmöt kell vágni majd valakinek. Neked? Aha, gyönyörű. És óvatosan. Hopp, egy, kettő, jó, oké, meg... Jó, jó bánok a körömvágással. Jó van, nem kell visítozni. Nem is vészes annyira. Na, egy a kicsi is megvan. Na most még fessem is le a körmöd. Snail palis. Jó. Milyen színűt szeretnél? Szerintem a piros az jobban áll a szemedhez. Úgyhogy pötty, pötty, pötty. Ez hogy egy csikizi. Csikizzem, hát most. Egy, kettő. Értes, megvan, tessék. Na, tetszik neki, örülök neki. Nagyon élvezetes volt a gondolom, hát még nekem el nem tudod képzelni mennyire ez. Persze, be is nyomok neked egy tévécsatornát, mert azt is elfejtettem. Na, örülök neki, hogy szórakozhatok. Azt inkább nem. Sinatra floppin. Nagyon jó minősége lehet akkor ennek a zenének. Jó, akkor ezt a szobát kivégeztük. Milyen király óra. Egy ilyen környezetben, ilyen 70-es években is simán tudnék élni. Igyekeztem azért mindent megcsinálni, ami úgy kimaradt. Valamint, amit előzőleg megcsináltam a felvételen. Itt az akváriummal értem szóra nem baszakodtam nagyon. Ó, milyen hangja van. Mi van itt? Na itt mitunk. Wow! Kis maska, de aranyos. Cső, te mit szeretnél? Üvegezni? Ó, és ott a főnökünk. Aha.
Jó, először... Ez mi a fasz? Szóval először... Ó, van Twister is. Először üvegezzünk? Jó, üvegezzünk. Na. És vele kell is már rúlni? Nem. Jaj, Istenem, fúj. Szaros csöves itt van. Fúj, bőleg. Úgy, töröld is le. Tényleg? És akkor mi vagy ilyen szaros csöves? Nem zavarsz. Ugyanúgy röhög rajtunk, egyszerű. Na, twisterezzünk akkor. Sárga. Green. És még egy piros. El se tudok érni, oda. Kék. Nem sikerült. Jó, oké. Mi ez ilyen pörölj cápa, vagy mi? Nyávaksz itt. És vele mit tudunk csinálni? Van ilyen kis állat. Fido. Fidosz! Na gyerekek, erre iszok. Fidosz. Fidosz. Ezt kutyám mi fogom elnevezni. Na velem itt... Ó, jaj. Bónusz stage. Ú, ez nem a izi, ez a collateral damage? Vagy hogy hívják ezt a maskás játékot, amikor itt... össze kell pusztítani mindent. Na gyerünk. Van egy percünk. Úgy. 445. Ki ad egy agyat karácsonyra amúgy? Na, 1200. Kicsit túl vannak árazva itt a cuccok, ahogy nézem. Nem kell. Mi az, amivel tudunk? Úgy. Úgy. 1200 egy izér. 235 dolláros pite! Hát, mi kerül egy pitébe 235 dollárba, emberek? Úgy. Szivar is van. Kicsit az irányítás, ez nem annyira jó itt viszont már. Gonosz macska vagyunk, na. Úgy, banán, az banán csomagolva karácsonyra, úgy van. Na, találd-e szépen macskek? Úgy. Úgy, 800 forintos lámpa, persze. Az egy kép is. Na mit találtuk? Cold stocking. 30.190 dolláros kárt okoztunk. És közben el is aludt a macska. Nem baj, azért nyomok még egy kört. Hát, ha meg tudom dönteni a rekordomat. Most egy kicsit tudatosabban próbálok játszani vele, így. És jól célozni. Hopp, azt nem tudunk semmit. Na. Ahhoz, hogy a macska így túlpörög, és így nehéz korrigálni vele a... Úgy, úgy. Jó, azt már leszarjuk. 600 forintos szék. Ó, kanári 1250. 6700-as ezért, persze. Azt el tudjuk érni ezt a lámpát? Nem. Ó, hogy a piharna? Na, ez az. Ez az. Ez telefon, jó kis telefonszámla, az a jó. Azt kell a gazdának. Jó, ez csak... Jó, az is megvan. Az meg volt vajon? Ú, az a lámpa, az jó sokat ér. Úgy leszek, megint annyi lesz, mint múltkor. Ja. Ja, 30.800. Á, nem is rossz. Na jó, többet nem játszok. Kíváncsiak, kinek... Írjátok le kommentben, kinek mennyi lett a rekordja. 30.800, az csak nekem sok vagy. Vagy az átlagos teljesítmény. Így elsőre. A robot még mindig megvan, jó. Akkor menjünk a főnökünkhöz. De először előtte iszok egy tekilát. Úgy, most üres a pohár. Nagyszerű. Mi van, főnök? Nézzek mögém. Úristen, egy rák! Aki spanyolul beszéles. És polyblankul leszek, nem talál... Nem tud ír. Másik balra. Ó, jajjaj. Aha! Oké, te vagy a gonosz. És így rázza a fejt, hogy mennyire hülyék vagyunk. Már vártak minket. A két csak fejeznem úgy néz ki, mint akik a Kajtak Motelnél is voltak. Na nézzük, jó, oké. Okay. Igen. Igen, te erre voltak tényleg.
i.e. my own. Improvise. I know you'd do well by me. Improvizálni kell, és persze ki kell szabadítani, értem. Na ki, minket egy... egy sportra. Na nézzük, mire. Ó! Oh. Hogyha nyerek, akkor... jó, oké. Okay. Na gyere, lőj egyet akkor. Nem fog csalni. Jó, persze. És ez baseball ütővel golfozni. Tényleg nem csalás egyáltalán. Milyen véletlen, egy lövéssel belőtte. Home run. Hazafutás. És használják valamit, jó. Shouldn't you be golfing? Nem kéne golfoznod? Get back to the golf course. Menjek vissza golfozni. Shouldn't you be golfing? Ennyit tudom, ennyit tudnak mondani? Get back to the golf course. Jó, oké. Okay. Wow. Nagy szexi helyen. Nem mondani, itt jöttünk? Na mindegy. Szerintem ennyi az résznek vége. Én itt mentek egyet. Biztonság kedvéért. És következő részben megyünk golfozni. Azt hiszem. Szerintem ez így korrektnek tűnik, úgyhogy... ennyi volt. Következünk a következő részt. Találkozunk majd benne. Remélem minél izgalmas golf mérkőzéssel. Sziasztok!